Köszönjük az Úrnak. És csodálatos dolog az, hogy segíthetünk a testvéreinknek, segíthetünk azoknak, akik még esetlegesen a világban élnek. És egy olyan két hete, most egy kicsit kavar, mert múlt héten a HR13-ban voltunk, és előtte voltunk itt, és amikor itt ment a gyönyörű dicsére, ahogy ment a dicséret, ilyen képszerűen láttam azt, hogy sisak, tehát az üdvösségnek a sisakjai, tehát azok, mint egy rostézat jelentek meg a szemem előtt. És egyre inkább erősödött és erősödött ez a rostély, tehát mint kép maga, és akkor beugrott, hiszen miért ne ugorna be, hiszen a Szent Szellem teljesen egyértelműen azt mondta, és indította arra, hogy nézzük már meg ezeket a darabokat, amiket kaptunk. Mert, és képzeljétek el, hogy ezt muszáj elmondanom nektek, mert pont valahogy úgy alakult, hogy bent voltam, és a televízióban mutatták azt, hogy a barlangászoknak lesz a hete márciusban, vagyis a hónapja, és láttam az ő sisakjukat, mert mindenkinek csak sisakban szabad menni, tehát ezt emberi tervezés, emberi gyártósoron megy le, és azt mondtam, hogy Uram, akkor ez itt most nekem egy bizonyság, mert nagyon sok minden szokott feljönni a szívemben, és hogy most mit, ugyanúgy, amikor otthon, mint háziasszonyok, mit is kellene főzni, mit is kellene adni a családnak, és mire is vágynak a családtagjaink. És bizony, én ilyen megfontoltan szoktam, hogy Uram, akkor mi lenne az, és azt mondtam, hogy akkor rendben, akkor erről fogok beszélni. És így is volt, hogy múlt héten Érden voltunk, és két hete Érden voltunk, és beszéltem erről a sisakról. Hihetetlenül fontos dolognak veszi a Biblia, minden egyes ruhadarab nagyon fontos. És ma az jutott eszembe, hogy az Úr Jézus Krisztus teljes mezítelenségben ott a kereszten semmilyen védő eszköze nem volt. Tehát anya szült mesztelenül ég és föld között, semmilyen fegyverzete nem volt, és ő az üdvösség sisakját nekünk adományozta. Ugyanis Ézsaiás ír arról, hogy a karja és az üdvösség sisakja a fején, és ez őróla szól, ott az 55-ös fejezetben lehet talán. Nem tudom pontosan, mert ugye olvassuk a Bibliát, és nem mindig ragad meg bennem, hogy hanyas fejezet, hanyas vers, de most ígérem nektek, hogy készültem és igyekeztem. Abban a szempontból, hogy el tudjalak benneteket újra odavinni azokra a helyekre, amik hihetetlenül fontosak a számunkra. Hogyha ez a sisak nincs az embernek a fején, akkor bizony nagyon támadható az elme. És Péter apostol is azt mondta, hogy a léleknek az üdvössége, a hitnek a célja, a léleknek az üdvössége. Ez egy Péterben olvasható. A lélekben az elme, az érzelem, a gondolatok. Tehát, hogy a hitnek a célja, a léleknek az üdvössége. A szellemünk akkor üdvözült, amikor elfogadtuk a megváltásunkat, a szabadításunkat. És hatalmas árat fizetett értünk az Úr, tehát hihetetlen módon ő szeret bennünket. Oly csodálatosan, amit egyszerűen szerintem költők nem tudtak volna leírni úgy, ahogy le van írva az Efézusi levélben, mégpedig az, hogy az Isten gazdag lévén érgalmasságban, az ő nagy szerelméből szeretett. Hát soha embertől ilyet nem hallottam, hogy szerelemből szeretni. Egy költőtől sem olvastam ilyet, hogy szerelemből szeretni. Ez egy tűz szerelem, egy tűzláng, és ahogy mindig közelítesz az igékhez, és közelítesz az üdvösségednek a királyához, aki hozta az üdvösségedet,
a megtartásodat, a megszabadulásodat. És én tegnap úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon le kell ülnöm, és elhozni azokat az ige verseket, hogy megtudjuk és megértsük azt, hogy egyetem mit is jelent az a szó, hogy üdvösség. Mert valóban hatalmas, hatalmas, hatalmas szó ez, és tele van kincsekkel maga a szó, hogy mit is jelent az üdvösség, és engedjétek meg nekem, hogy én ezt felolvassam nektek, mert a mi szívünknek is nagyon-nagyon fontos, és mindannyiunknak, vagy akik hallgatják, akik szeretnék megérteni, hogy mit jelent ez egyáltalán ez az üdvösség szó magyarra lefordítva, és úgy van írva az igében, és ez nagyon nagy betűkkel kell, hogy ki legyen nyomtatva a szívünkben. Óriás betűkkel az, hogy az üdvösséget elfogadva, ez azt jelenti, hogy megszabadulás, kihúzás a bajból, tehát kimenekítés, és hogyha a régieket veszem, akiknél egyetlen egy ember nem volt jelen, ott volt-e akkor, amikor Dániel leírta nekünk, amikor belettek lökve az oroszlánoknak a mélységébe. Volt-e ott ember? Ki tudja ezt a történetet? Egy ember nem volt ott, csak azok, akik belökték őket ebbe a borzasztó helyzetbe. Tehát ilyen az isteni szabadítás. Tehát te ne félj attól, hogyha nincsen melletted egy ember se. Vagy nincs ott melletted mindig valaki, akit láthatsz, mint ember. Vagy vegyem alapul azt a történetet, ez most nincs itt a jegyzetemben, azt a történetet, mert szeretném azt megértetni veletek, hogy ne féljetek. Soha ne féljetek. Amikor Jónás ott volt a Szethal gyomrában. Volt ott valaki? A Szethal, a jó kis szagával, és ő benne a Szethalban. Ugye? Istennek a szabadítása volt, az üdvösség szabadítása volt a számára, hogy fizikailag kimenekítse őt, és utána elmenjen ő prédikálni. Dávidról mennyi olyan történet van, amikor Isten ott volt mellette, és az oroszlánnak a szájából tudta megmenteni, mert Isten volt mellette, az üdvössége Istene. Ezt is mondja egyébként, hogy kitől féljek? Mert te vagy az én üdvösségemnek az Istene. Ez maradjon meg bennünk. Ne engedjük meg az ördögnek, hogy jöjjön és játszon velünk az elménkben. Ami nagyon-nagyon csodálatos dolog a zsidó levélben. Többször találkozunk azzal, hogy az üdvösség fejedelme, az üdvösség szerzője. Ez nagyon-nagyon fontos, mert örökölt üdvösségünk van. Amikor én arra gondolok, hogy örökölni, akkor ilyet nem találunk leírva, hogy üdvösséget, megszabadítást örökölök a szüleimtől. Ugye? Ugye néha nem gondolunk bele ezekbe a szavakba, én pont az az ember vagyok, lehet, hogy így lettem teremtve, hogy nézzem meg jobban, tágítsam ki ezeknek a szavaknak az értelmét. Ehhez idő kell egyébként, és azok szeretik ezt, akik már az Úrban többet szeretnének, többet vágynak, hogy jobban megérthessék ezeket a szavakat, hogy micsoda mélységei vannak azoknak a szavaknak, amik jogi értelemben a miénk. Tehát örököltük az üdvösséget. Zsidó levél 1.14 erről szól. Mi örököltük az üdvösséget, Istentől örököltük az üdvösséget, és ahogy a régiek, amikor meglátták az Úr Jézust csecsemőként, akkor oda ment Simeon, és azt mondta, hogy látták az én szemeim a te üdvösségedet. Amikor az angyal jött, és a mennyből jövő angyal, ez mindig csak egy évben egyszer hangzik el, figyeltétek? Karácsonykor, ugye? Mikor megint visszaemlékezünk arra, hogy Jézus megszületett. És ott mondja az angyal, hogy ő az üdvözítő, az Úr Krisztus. Tehát ilyen szavakkal és üzenettel jött a mennyből jövő angyal.
az Úr Krisztus, ő Úr Krisztus, felkent Úr a szabadításra, s a neve Jézus, aki szabadító. És rátérek mindjárt, mert olyan köszönet Elsikének, hogy elmondta ezeket a részeket, és hogy berakott bennünket abba, hogy micsoda fegyverzeteink vannak. És én szeretném azt nektek elmondani, hogy az üdvösséget mi fogadjuk el Istentől. Nem ő jelölt ki bennünket az üdvösségre. Mert Jézus azt mondta János 3.17-ben, hogy aki hisz én bennem, örök élete van annak. És nem azért jött az emberfia, hogy kárhoztassa a világot, hanem azért jött, hogy üdvözítse a világot. Ugyanezt mondták a tanítványai, János apostol, aki azt mondta, hogy láttuk az ő dicsőségét, és az, hogy hozta ő az üdvösséget nekünk. 1 János 4.14-15-ös versek, hihetetlenül fontos versek, hogyha abból a jó pozícióból akarsz lenni. A másik, hogy amikor itt az van írva, hogy felvettük ezeket a fegyverzeteket, hogy nem azért vettük fel a fegyverzetet, hogy most kell majd üdvözülnünk, hanem azért, hogy az ördögnek a tüzes nyilait valóban ki tudjuk oltani. És az üdvösség sisakja, amit megerősített az Úr a számomra. Van, aki azt tanítja, hogy Pál apostol azt mondta, hogy vegyétek föl ezt a fegyverzetet. És elkezdtem rajta gondolkozni, hogy, mert azt mondják, hogy minden nap tedd ezt meg, ugyanúgy, mint a ruhádat fölveszed és leveted. Könyörgöm, ha leveszem az üdvösség sisakját, akkor mi fog velem történni? Mi fog velem történni? Nincs ilyen, hogy leveszem, és minden nap fölveszem, hanem annak ott kell maradnia, mert örökölted az üdvösséget, örökölted ezt a sisakot. Ez a messiási sisak, ami fönt van a fejen, és védi az elmédet. Hol szeret az ördög szintereket csinálni, és képeket bemutatni nekünk? Itt az elme területén. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy éjjel és nappal, hogy Isten meg tudjon őrizni bennünket, és ma, amikor a fürdőszobába éppen jöttem volna ki, akkor jött az, hogy éjjel-nappal megőrzöm azt. Gyönyörűséges ültetésnek hív bennünket Isten igéje. Gyönyörű ültetés. Elültetettek. Bemerítettek. Olyan csodálatos szavak ezek, hogy az ember azt mondja, hogy ez a Biblia? Ez a Biblia. Az igaz Istennek a szaváról és a szavából, és neked, nekem azért, hogy mi teljességgel rajta hagyjuk ezeket a fegyverzeteket magunkon. Mert az üdvösség sisakját, hogyha leveszem, akkor nagy bajba kerülök. Vagyis éjjel-nappal ott van, mert örököltük az üdvösséget. Örököltük ezt a sisakot, ezt a messiási sisakot. És egy kép jött elém egyébként, hogy hány ilyen nyílás van a mi fejünkön. Múltkor jól kimatekoltuk ott a többiekkel érdem. Hát van a szám, mint nyílás. Van a fülem, mint nyílás. Van a szemem, mint nyílás. Igaz? Van. És még az orromon is vannak nyílások, tulajdonképpen kettő. És azért nagyon fontos, mert hogyha ez rajtad van, akkor te ezen a rostélyon keresztül nézel ki, és látod a helyzeteket, és tudsz beszélni olyan beszédeket, ami a jó beszéd, ami az Istennek az igéje, és magadat megtartja, tehát megtart ez a sisak, ez az üdvösség sisakja bennünket. Az elmének nem lesz aztán az ördögnek helye bármiféle gondolatokat hozni, de te kilátsz belőle. Eszembe jutott az, és sokat gondolkoztam azon, hogy csodálatos volt, hogy az Erzsika múltkor
éppen múltkor beszélt arról a részről, amikor Jézus megkérdezték, három kérdést feltettek a tanítványok, és mind a három külön-külön le van írva, és én arra kérlek benneteket, hogy ne ruhanjunk az ige olvasásában, tehát ne ilyen, na elolvastam ezt a fejezetet, és nájkizom, vagyis csinálok egy pipát rá, hanem hogy megértéseink legyenek belőle. Vagyis látunk háborúkat, hallanunk kell ezekről, meg ne rémüljetek. Tehát amikor a sisak a fejemen van, akkor nincs is mitől féljek, mitől remegjek, mert ő az én üdvösségem, Istene. És a te Istened, az ő az, aki üdvözített téged. Annyira nagyon szeretem, és újabb és újabb kijelentések jönnek mindig, amikor az ember újra és újra olvas, és már hallottuk, a másikról is hallottuk, olvastam, megint olvastam. Persze ott az a rész, és képzeljétek el, hogy amikor két hete az üdvösség sisakja jött elém, akkor vettem észre, hogy az apostolok cselekedetei 4:8-ban Péter, amikor ott felállt, és ott olyan emberek voltak, akik a népnek a fejei, hatalmas tisztségben voltak Isten birodalmában, és ott a középen odaállt, és azt írja az írás, hogy Szent Szellemmel teljesen beszélt. Vagyis Szent Szellemmel teljesen túlcsordultig, és akkor mondta azt a híres verset, ami a 4:12-ben van, hogy senki másban nincs üdvösség az ég alatt, és mi vagyunk az ég alatt. Tehát olyan egyház, hogy azt mondja, hogy én üdvözítelek téged, ilyen nincsen, mert az Úr Jézus Krisztus az, aki üdvözít bennünket. A názáreti Úr Jézus Krisztus üdvözít bennünket. Ő adja nekünk az üdvösséget. Elfogadod? Ki az, aki nem? A teljes szabadítás a pokoltól, a betegségtől, a szegénységtől, a rossz életünktől. Tehát Isten elkötelezte magát arra, hogy ahogy őt befogadod, egész végig, amíg be nem mész a mennybe, hogy egy megtartást ad az embernek. Így kell gondolkoznunk az üdvösségünk felől, hogy mi megszabadultak vagyunk. És akkor, amikor mi ezt a sisakot felvesszük, akkor amit hallunk, az szűrve van. Tehát szűröd. Szűröd. Nem megy beléd. Egyáltalán nem megy beléd. Ki az, aki szeretné ezt gyakorolni? És egy győztes életet élni. Mert ő megszerezte a győzelmet, odaadta a győzelmet, és mi a fejünkön a sisakkal, a megigazultság páncélja, hogy van ez? Ezt Istentől kaptuk. Ez olyan hadifelszerelés, hogy a megigazultságodat odaadta neked, az ő megigazultságát adta oda neked, és adott neked 7 pajzsát. A békesség evangéliumának a készségét a lábaidban. Mivel hogy tudom, hogy van, amikor a figyelmünk az el akar menni máshová, de arra kérlek, hogy ez ragadjon meg benned, hogy te egy megmentett vagy, örökölted az üdvösséget. Édesapám és az édesanyám nem tudott nekem ilyet adni. Adott nekem örökséget, de ilyet nem tudott adni. Örökölt üdvösséget, örökölt szabadítást. Ez csak Istennek a hatásköre, és Istennek a hatásában van, és a hatalmas szabadító kenetében van az, hogy mi megmenekülünk a betegségektől, járványoktól. Milyen jó volt, hogy a fejünkön volt az üdvösség sisakja. Nem szabad erről elfeledkezni, hogy mi is van a fejünkön. Az üdvösségnek a sisakja. És ezen a sisakon keresztül tudsz imádkozni, és hálát adni,
És a másik, amit szeretnék nektek mondani, hogy minden időben tudunk így vigyázni imádságban, kéréseink az Isten trónja elé, az ő igéjével, és az igét mondjuk ki, az ő hatalmas szavát, ami teremtő szó, és a másik embernél láthatod azt, hogy ő meggyógyul, megszabadul, örül, békessége van, dicsőségesen éli az életét. És amit szeretnék ma nektek még mondani, mert bele se néztem már ide, hogy vissza kell lapoznom, mert a telefonomon megvan. Március 3-án 11 óra körül jött egy segélykérő hívás. Fonai Márta Érden lakik, és ő írta, hogy van egy fiatalember, 16 éves, Álmosnak hívják a fiút, és elájult, nem tud menni. 3 gyerekük van a szülőknek, és hát sürgősséggel vitték a kórházba, és az orvos megállapította, hogy izomsorvadása van, és lemondtak róla az orvosok. Én ezt beírtam rögtön, ahogy meg ilyenkor oda vigyeztem, hogy jó-e így. Azt mondta, hogy igen, csak javítsam ki, hogy nem fiú, hanem Álmosnak hívják, hogy mégis tudjuk, hogy az Isten trónja elé hozni őt. És csodálatos volt, hogy meg is írtam Juditkának tegnap, hogy írta, hogy pénteken, március 10-én kiengedték ezt a fiút a kórházból, és azt mondta az orvos, hogy csoda történt. Ők lemondtak róla, és csoda történt. Tehát Isten a csodáknak az Istene. Isten mindig akar tenni gyógyulást, csodákat. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy... És a hitünk is így növekedik egyébként, hogyha csodákat és jeleket látunk, akkor jobban tudunk hinni. Még ember is besegít nekünk. Mindenben ő a segítőnk. Óriási gyógyító kenet van a gerincben, a gerinc felülben, az izmokban, amit én kaptam Istentől, és Erzsike felsorolta a többi minden mást, és szeretném azt megkérdezni, hogy kinek van mind a két ujján, tehát a nagy ujjon, hogy vékony a bőr, és dörzsöli a cipő is, ha belebúj egy cipőbe, hogy van-e közöttünk ilyen. Mert Isten megteszi azt a csodát, hogy visszaállítja azt az eredeti bőr vastagságot, amilyennek kell lennie. Van itt valaki köztünk? Hogy a bőr vissza nő, úgymond, az eredetire, amilyennek kell lennie. Mert ő mindent meg tud tenni. Nagyon szeretem úgy hívni az én drága Istenemet és az én drága édesapámat, aki a ti édesapátok is, hogy neked, Uram, semmi nem lehetetlen. Semmi. És Istennek valóban semmi nem lehetetlen, hogy ezzel a hozzáállással, az üdvösség sisakkal a fejünkön, ezzel a hozzáállással, hogy őnek is semmi nem lehetetlen. Isten Sárának is azt mondta, hogy az Úrnak semmi nem lehetetlen. Semmi. És beszél erről a Szentírás nekünk, hogy Isten... Tehát emberekkel üdvözülni lehetetlen, de Istennel minden lehetséges. Tehát Istennel fogadtuk el az üdvösségünket, fogadtunk el szabadításokat, kegyelmeket az ő nagy szerelméből, amelyet minket szeretett. És van egyébként, én őszintén bevallottam nektek, hogy amikor otthon olvastam a Bibliámat, akkor voltak olyan részek, hogy most Úristen, most mi van itt? Múlt idő van, itt jelen idő van, ott meg jövő idő van, de azt szeretném megígérni, hogy majd akkor, amikor Erzsike is szeretné és gondolja, vagy pedig írásban, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy össze ne kavarodjunk. Hiszen itt vagyunk lenne a Földön, látjuk a dolgokat. Nem tudunk elbújni előle, de a sisakkal a fejünkön, hogy is van ez az üdvösségünk. Múlt időben, jelen időben, meg jövő időben van írva. Hogy van ez? Hogy mivel, hogy az idő, nem tudom mennyi most itt hátam mögött, de más is fog beszélni, úgy tudom legalábbis,
a szolgálatról, hogy Isten mit végez a börtönszolgálatban. És én azzal szeretném befejezni nektek, hogy csodálatos dolog az, hogy az Ézsaiás 31:17-ben meg van írva az, hogy az igazság műve békesség és nyugalom, hogy amikor meghalljuk az igazságot, akkor, és ez egy műnek mondja az Ézsaiás proféta, akkor neked békességed és nyugalmat ad és biztosít neked és nekem és mindannyiunknak, amikor meghalljuk az igazságot. Az igazság pedig a Krisztus. Az igazság az, hogy ő üdvözített bennünket, és nekünk örök életünk van, és átmentünk a halálból az életbe. Mi az életben vagyunk, és örökké az életben leszünk. És jól mondta Erzsika a múltkor, ahogy az igéket összerakta a Szent Szellem által, hogy élünk ő általa, akik megmaradunk és élünk, ő általa élünk. Az örök azt jelenti, hogy soha nem lesz vége. Belegondoltunk ebbe? Soha nem lesz vége. Örök élet adatot nekünk. Örökké tartó. Nincs szünet, kikapcsolják, mint az áramot múltkor, és mindenki megy. Örökké tartó élet. Ő benne, és ő általa, és Isten dicsőségére. Amen.